Nehéz a fesztivál szervezők élete, hiszen egy pillanattal ezelőtt még békák hultak az égből a Művészetek Házába, most meg már tovább kell rohanni, ellenőrizni, megnézni, hogy hogy zajlik a Miskolci Kocsonya Fesztivál utolsó napja. Rózsa Edittel, a fesztivál főszervezőjével beszélgetek. Sokadik éve van fesztivál, és még lesz is. Nagyon bízunk benne, hogy az idén is egy nagyon különleges fesztivált zárhatunk, és azt mondhatom annak a fantasztikus csapatnak a nevében, akik évről évre hozzák létre a csodát a miskolciakkal, most már egyre több olyan embernek is, aki Miskolcra látogat a határon túlról is. Egy különleges fesztiválnak vagyok a tulajdonosa, alapítója, a civileké, a miskolciaké. Ettől válik igazából izgalmassá, és talán kevésbé nehéz, és sokkal inkább ez a fáradhatatlanná ennek a szervezése, mert az ember abból a életből, ami kint az utcán zajlik, táplálkozik és nyer energiát. 11. alkalommal rendezhetjük meg Miskolc belvárosában 53.000 négyzetméteren a legjobbak fesztiválját, a Jóket Fesztivált, a családok, a közösségek, a baráti társaságok fesztiválját. Azt az esemény sorozatot, amely ennek a városnak, ennek a megyének, ennek a régiónak az értékeire, kulturális és turisztikai értékeire, és hát természetesen gasztronómiai kínálatára hívja föl a figyelmet. Azzal a céllal, hogy fedezzék föl ennek a városnak az igazi arcát minél többen, ismerjék meg, és vigyék jó hírét nem csak a városnak, hanem az itt élőeknek, akik mindig is híresek voltak a vendégszeretetekről. Akkor, amikor itt 10000-ek sétálnak a belvárosban, nem lehet úgy elmenni, hogy az ember ne érne hozzá valakihez. Mégis az érezhető, hogy valahogy mindenki egymáshoz sokkal toleránsabb, mint ami ebben a mostani időben, a mindennapokban megszokott. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy eredménye és sikere a fesztiválnak, hogy legalább erre a 3 napra a jó kedv, a jó indulat, a tisztesség válik igazán főszereplővé, és ez határozza meg az emberek közötti kommunikációt. Legyen az verbális, legyen az szóbeli, vagy akár egy metakommunikáció egy mosolyban kifejeződve. Nagyon örülök, hogy egy olyan csapatnak lehetek az élén, vagy olyan csapatnak lehetek a tagja, amelyiknek tagjai olyan emberek, akik egyébként a civil életükben különböző munkahelyeken dolgoznak, és ezt a 2-3 hónapot úgy alakítják, hogy amikor a munkahelyükön leteszik a lantot, akkor 6 óra után, közel hajnali 2-ig kezdik ennek a szervezését, kezdik ezeknek a programoknak az összeállítását. Meglepődtem, hiszen amellett, hogy Kocsonya Fesztiválról van szó, tudjuk, hogy Kocsonyából van itt békás, csülkös, gyümölcs kocsonya, ugyanakkor azt kellett hallanom a színpadról, hogy Kárpát-medencei stratégiája is van a Kocsonya Fesztiválnak. Igen, mert hogy maga a Kocsonya Fesztivál egy legendából épült, és nem gasztronómiai fesztivál, ez egy modern városfesztivál, amely ötvözi a modernitást és a tradíciókat, a hagyományt. Kóstolj bele a legendába, hirdeti a szlogenünk, hiszen magának a fesztiválnak az alapötlete egy miskolci legendához kötődik, és ez sokáig kompromittálta a miskolci vendéglátást. Ez a legenda az alapja a fesztiválnak, ezért jelenik meg a béka és a kocsonya is, de nem gasztronómiai fesztivál. Éppen ezért, miután olyan kulturális tematikára épül, amely a város számára mindig aktuálissá teszik, azaz amikor Miskolc Európa kulturális fővárosa címért küzdött, akkor ez volt a tematikája, hogy legyen Miskolc Európa kulturális fővárosa. Nagyon örülök, hogyha tavaly nem is, de 2 év múlva Kassát megsegítve, Kassával együttműködve, Kassa és Miskolc lehet az a tengely, amely nem csak arról szól, hogy a két város kulturális azonosságai, az a kapcsolat, az a híd, amely nem csak kulturális értelemben, hanem a nemzetek közötti, a nemzetiségek közötti együttműködés segítve segítheti a népi diplomácia, a kulturális diplomácia útján az emberek közötti párbeszédet. Az, aki a beszélgetést hallgatja, nem hiszem, hogy el tudja képzelni azt, hogy mekkora nagy fesztiválról van szó, hiszen bár csak idézőjelekben 3 napos a maga a fesztivál, de Temérdek helyszínen, Temérdek program van rettenetes mennyiségű emberrel. Valóban túlléptünk minden eddigi rekordot, bár itt nem a rekord a cél, hiszen a szervező számára minél többen vannak, annál nagyobb felelősséget, annál nagyobb biztonságot, annál több feladatot jelent, és hát természetesen költségetes, hiszen ez egy mindenki számára hozzáférhető fesztivál. Nagyon fontosnak tartom, hogy ide bárki, függetlenül attól, hogy milyen anyagi helyzetben van, eljuthasson és minőségi szolgáltatást kapjon. Ezért van az, hogy a koncertek, a programok rendkívül színesek, tartalmilag is. A rockzene ugyanúgy jelen van, mint a népzene,
a jazz ugyanúgy jelen van, mint a komoly zene, pontosan azért, hogy azt a kulturális sokszínűséget mutassa be, amely mindenki számára fölkeltheti az igényt, hogy ide a fesztiválra látogasson. Maga a program pedig nem csak három napról szól, hiszen a Miskolci Téli Fesztivál záró eseménye a Kocsonya Fesztivál, melyet még mindig nem zárunk le, hiszen 26-án Lilafüreden egy olyan különleges Kocsonya bállal zárjuk, ami egy kapcsolatépítő esemény. Én nagyon bízom benne, hogy azok, akik most a fesztiválra nem tudtak eljönni, azok esetleg kedvet kaphatnak a Kocsonya bárra, melyről programot a www.miskolcikocsonya.hu portáról lehet megnézni, ahol egy kicsit megjelenik majd a nagy gazdasági világválság is, természetesen humorosan, és hát ígérhetem, hogy a bál lesz a szesztirálom utolsó napja, ahol persze nem az alkoholi a főszerep, sokkal inkább a kapcsolat építésé, és remélem, hogy a határon túlról is érkeznek majd a bálnak vendégei. A téli fesztivál programsorozata pedig az elkövetkezendő három évben jövőre Románia, azt követően Szlovákia és Felvidék, a Kassa Európa Kulturális Főváros kapcsán lesz a díszvendégünk, utána pedig Ukrajna és Kárpátalja, hiszen azt gondolom, hogy nekünk itt a Kárpát-medencében, magyaroknak, szlovákoknak, szlovákoknak, románoknak, erdélyieknek, felvidékieknek nagyon sok mondandónk van egymásnak. Nagyon sok olyan mondandónk is, üzenetünk, amit ne hagyjunk, hogy a politikusok tönkre tegyenek. Bár nem gasztrofesztivál, de nem állom meg, hogy meg ne kérdezzem, Rózsa Edit szereti a Kocsonyát? Nagyon szeretem a Kocsonyát, különösen amit a férjem készít. Ő még édesanyjának a receptje alapján készíti, és csak érdekesség kedvéért mondom el, hogy én szegedi lány vagyok, Szegedről származom. 14 éve csábított ez a jó ember Fedor Vilmos ide Miskolcra, és kápráztatott el mindazzal a csodával, amit Miskolc rejt, nem csak kulturális, nem csak gasztronómia, hanem turisztikai kínálatában is. Csak azt tudom mondani, hogy Miskolc egy gyöngyszem a Bükk-kagylójába, és aki még nem volt Miskolcon, annak el kell jönnie. És hogy fejezzem be azzal a gondolattal, amelyet 1800. április 4-én Nemes Prókátor Szrók Sámuel írt le Miskolcnak Az javairól című művének utolsó sorában, így hangzik. Aki nem volt Miskolcon, nem tudja a boldogságot, hol ülhet a főpolcon.